Jó néhány sportágnak rendkívül népszerű a strandon űzött változata, elég, ha csak a röplabdát, a focit vagy a kézilabdát említjük. A birkózás még csak bontogatja szárnyait a szabadtéren, ettől függetlenül a sóstói strandon már második alkalommal mérhették össze tudásukat igazolt versenyzők és alkalmi vállalkozók. A strandbirkózás azért kezdte el az egyesületünk népszerűsíteni, mert a hagyományőrzés, a birkózással foglalkozunk elsősorban, és a hagyományőrzés címszó alatt szeretnénk a ősi magyar őbirkózáshoz nagyon hasonló szabályrendszerű strandbirkózással hagyományt is őrizni. Meghívottak azok egyesületektől is történtek, ugye például a Hajdunánás, aztán a Kazincbarcikai, tehát északról és délről is gyakorlatilag hívtunk meg egyesületeket, valamint ugye nyílt a verseny, tehát bárki itt a strandon is, az előbb jött két fiatal fiú, valamint a itteni szlovák üdülők közül is jó páran beneveztek erre a versenyre. A 12 éves Hegedűs Attila Patrik a helyszínen kapott kedvet ahhoz, hogy kipróbálja az egyik legeredményesebb magyar sportág homokon űzött változatát. A barátommal csak focizni jöttünk ide, de láttuk, hogy itt van ez a birkózás, és gondoltunk, jelentkezünk. Én háromszor mentem ilyen bajnokság, vagy nem tudom, hogy mondjam. Egyszer nyertem, és kétszer kikaptam. Aztán kihívásos versenybe kihívtam egy fiút. Kétszer nyertem. Kihívtam egy fiút, és ellene vesztettem, de gondolom már kifáradtam, és ezért. Amúgy szerintem ez a nap tök jó, bár egy kicsit korán kellett kelni, de ez a nap legjobb része, mert éreztem, hogy nyerhetek, meg hogy legalább tudom már, hogy milyen erős vagyok, úgymond. A versenyen végül több mint 60-an indultak, és 10 kategóriában osztottak ki érmeket a szervezők.